Szervusztok, én Andrási Máté vagyok, a Vörös Marti Színház színművésze, és a felkérést követően egy másodpercet se kellett gondolkodjam azzal kapcsolatban, hogy milyen könyvet ajánljak. Nektek egyértelmű volt már rögtön az első pillanattól fogva, hogy nem tehetek mást, mint hogy Sicsin Liu regény trilógiáját ajánlom, a Három Test trilógiát. Az első kötet címe a Három Test probléma, a második kötet címe a Sötét Erdő, a harmadik kötet pedig ez a Halál Vége. Aki számára fontos, hogy milyen vastag egy könyv, tessék, ilyen vastag. Ez a harmadik rész, és mind a három ilyen vastag, tehát körülbelül egy ilyen vastag trilógiáról beszélünk, egy könyv regény folyamról, ez bizony science fiction, hard sci-fi a javából. Engedjétek meg, kérek, hogy segítségül hívjak néhány leírt gondolatot, mert mint minden remek művet, mert itt egy remek műről beszélünk, mint minden remek művet, ezt is nagyon nehéz saját szavakkal megfogalmazva, nem jól felkészülve ajánlani, és nagyon jó szeretnék abban lenni, hogy reklámozom ezt a könyvet, és nagyon pozitívan és pontosan szeretném ajánlani ezt a könyvet. Szóval, az író által megfogalmazott kozmikus szociológia, és ne rettenjetek meg az idegen tudományos kifejezésektől, tele van velük a könyv, de zseniálisan van tele velük a könyv. Szóval az író által megfogalmazott kozmikus szociológia két alapvetése, hogy minden civilizáció növekszik, terjeszkedik, és a világegyetemben lévő anyag mennyisége állandó. Tehát a civilizációk előtt egy út áll, és ez az út az erőszaké. A galaxisunk tehát, az univerzum, a világegyetem tele van élettel. De minden civilizáció alapvető érdeke, hogy rejtőzködjön a többi előtt. Tehát rögtön megválaszolja a regény az emberiség egyik nagy kérdését, vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben? Természetesen nem vagyunk egyedül a világegyetemben, de mindegyik másik civilizációnak van annyi esze, hogy titkolja azt, hogy hol van a világegyetemben. A kiindulási pont banális. Egy idegen faj tudomást szerez a Föld létezéséről, a civilizációnkról, és inváziót indít. A kivitelezés azonban őrületesen képzeletgazdag, felfoghatatlanul grandiózus, végtelenül kreatív és eszenciálisan, kompromisszummentesen tudományos megközelítésű. Ebben a science fiction regényben sokkal fontosabb és sokkal konkrétabb a science rész, sokkal erősebb, mint a fiction. De a kettő rendkívül jó arányban keveredik. Nanotechnológia, asztrofizika, kozmikus szociológia, számítástechnika, hogy csak néhány olyan tudományt említsünk, amit érint a könyv, és aztán elképesztő időugrásokat téve megmutassa a tudományágak jövőjét. Ettől válik nagyon izgalmas a többek között. És ha ez bárkit visszarettentene, hadd említsem meg, hogy én 2 hét alatt olvastam ki a járványügyi helyzet előtt még. Még javában dolgoztunk, és úgy volt 2 hét nekem az egész könyvtrilógia. A cselekmény 1967-ben indul, a kínai kulturális forradalom idején, és több millió évvel később zárul le. Elfogyasztva több főszereplőt, mellékszereplők fejfádítóan nagy számát és annyi ötletet, amire más írók egy egész könyvet építenek. Ennyit jegyeztem le magamnak, amivel megpróbálok kedvet csinálni ez a regényhez. Egy fantasztikusan izgalmas, elképesztő mértékben és léptékben gondolkodó science fiction regényről volt, van szó, ami, és ez most azt hiszem elég fontos, fényévmilliókra repít el. Nagyon messzire, nagyon mély, nagyon szép, nagyon jó. Ja, és még egy, ahogy olvasok, nem tudom hányszor fordult elő veletek, olvastok egy regényt, és néhányszor megálltok benne, és azt mondjátok, hogy ezt nem hiszem el, hogy találtad ki, hogy volt pofát kitalálni, hogy írhattál ilyet. Nem hiszem el. Minden kötetnél velem ez előfordult körülbelül 20-szor. Az a trilógiát tekintve olyan a 60 zseni szünetnek nevezem ezeket. 60-szor állok meg, és azt mondom, hogy egy zseni vagy, hogy csinálod, hogy gondoltad ki. Tehát Sicsin Liu a Három Test trilógiáját ajánlom. Nem ajánlhatom jobb szívvel. Sziasztok!